az orvos és egészségtudományi képzés titkaiba és a legújabb kutatásokba is betekinthetnek a Debreceni Egyetem Sánta Kálmán szakkollégium nyári tudományos tábor résztvevői. A kéthetes program hétfői megnyitóján elhangzott, a tábor célja a tehetséggondozás mihamarabbi elkezdése. Idén összesen 19 hallgató vesz részt a programban, akik az elméleti oktatást követően úgynevezett tutorok segítségével bekapcsolódhatnak egy választott intézet munkájába is. Például az idén idegtudományi kutatásokkal, autoimmun betegségek vizsgálatával, kromoszómák vizsgálatával foglalkozhatnak, experimentális immunológiai vizsgálatokba kapcsolódhatnak bele. Igyekezzünk úgy összeállítani ezt, hogy igazából ne egy kész anyagot kapjanak, hanem ők maguk egyszerű kísérletekbe, folyamatokba bekapcsolódhassanak, és amikor beszámolnak majd a kéthetes tábor végén, akkor az valóban az ő munkájuk, az ő tapasztalatuk legyen. Németh Norbert, az általános orvostudományi kar dékánhelyettese kiemelte, az orvosbiológiai kutatások további intenzív fejlődéséhez nagy szükség van az utánpótlásra és a kreatív, fiatalos, innovatív gondolatokra. Hozzátette, a tábor során a diákok a jövőjüket meghatározó fontos tapasztalatokat is szerezhetnek. Nagy jelentőségi úgy gondolom a tekintetben is, hogy egy kis inspirációt kapjanak ezek a diákok. Miért ne választanák a Debreceni Egyetemet és az általános orvostudományi kart, vagy valamelyik egészségtudományi, gyógyszerrésztudományi vagy fogorvostudományi képzésünket, és ez hatékony, hiszen a legutóbbi tábor 30 résztvevője közül 22-en valamelyik karunk hallgatója lett. Az első tábort 2009-ben indították el Muszbek László kezdeményezésére. Az alapító professzor szerint a tudomány iránti érdeklődést nem lehet elég korán elkezdeni. Az augusztus 15-én kezdődött programra az ország 13 középiskolájából jelentkeztek fiatalok. A 17 éves Nagy Zsolt Egerből érkezett Debrecenbe. Nagyon érdekel az orvostudomány, esetleg a gyógyszerészet is, és a kettő között vacillálok, úgyhogy remélhetőleg a tábor segít dönteni. Megígérték, hogy bepillantást fogunk nyerni egy bünténybe, és hogy gyógyszert fogunk készíteni, úgyhogy ez a kettő, ez kifejezetten érdekesen hangzik. A tábor végén a résztvevők előadás keretében számolnak be a kutatómunka tapasztalatairól és eredményeiről.